estét kívánok mindenkinek! Ez itt a Családmeséink, az M2 Petőfi TV családi talkshowja. Ma november 1-e, vagyis Minden Szentek napja van. Ilyenkor minden az emlékezésről szól. Gyertyát gyújtunk azoknak, akik már nem lehetnek velünk, akik hiányoznak, akik közel álltak, akiknek a mosolya, vagy egy kedves szava, vagy csak a hangja akár örökre velünk marad. Mi ezt a gyertyát ma képletesen Fábián Julinak gyújtjuk meg. Emlékére idén dokumentumfilmet forgatnak, ami decemberben Juli halálának évfordulóján éppen itt az M2 Petőfi TV-n lesz látható először. Mi is ott lehettünk a dokfilm egyik forgatási napján, és zenésztársaival emlékezhettünk a tragikusan fiatalon elhunyt énekesnőre. Stúdió 20. Játsszuk azt, hogy csak úgy elbújtál, dolgod van, csak nekünk nem szóltál. Keresed azt, amit az éjszaka elpakol. Maga a dal, a zenei rész, az nagyon régen készen volt, ez ilyen 2015 körül, és amikor tavaly nagyjából ilyen tájt, ilyen kora ősszel fejeztük be a negyedik konyhalemezt, és még mindig az volt, hogy ez, meg kéne ezt a dalt csinálni, mert szeretük a zenét, és nem volt egy sorszövegem se, és akkor volt az, hogy a Juli édesanyja, Galina posztolta a Julinak egy gyerekkori kis levelét, amin annyi volt, hogy elmentem, de nem mondom meg, hogy hova, de ne aggódjatok. Valahogy megjelent tőlöttem egy olyan szöveg, ami arról szól, hogy Juli az csak elbújt most is, és nem tudjuk, hogy hova. Számítottam rá, hogy ez egy lelkileg nagyon megterhelő feladat lesz, és ezzel nem a stábnak vagy a saját munkámnak a nehézségét szeretném kiemelni, de tényleg, tehát azért gyakorlatilag folyamatosan emberekkel kell beszélgetnünk, akik ugye emlékeznek valakire, akit nem olyan régen vesztettünk el. Tehát van ennek tényleg egy ilyen egész tábon érzem azt, hogy azért ez egy más ez a film, más ez a forgatás. Dolgod van, csak nekünk nem szóltál. Keresed azt, amit az éjszaka elpakolt. Lehet, hogy jó kitolt vagyunk, és azt, hogy felejtje meg ezt a világot, és elmegyek messzire, hagyjatok engem békén, elegem van mindenkiből, és akkor pár év múlva meg majd jön ekkora vigyorával, és hú, de lecseszném. Nem tűnt ő el, nem tűnt el, csak átalakult. Wow, your soul is a wonderland. Ő mindenhol áttörte az ilyen jó viselkedős gátakat, és mindenhol rögtön adta magát, és ettől volt olyan hihetetlenül szerethető. Soha nem érezted nála azt, hogy ő úgy, most én vagyok itt. Pedig ő ott volt, csak egy ilyen nagy nyitottsággal volt ott mindenhol. Álltam a színpadon, előtte 2 perccel olvastam a social médiában, hogy a Juli az oldalán kitette a család, hogy vége. És akkor az első dalnál még így nem fogtam fel, de a második dal én soha nem sírtam színpadon, de egy ilyen lassú ballada volt, és egyszerűen elkezdte a zongora témát a zongoristám, és ott összetörtem. Mi művészemberek sokkal jobban szeretnénk, hogyha az, amit mi alkottunk, az, amit mi csináltunk, az évszázadokon keresztül fönnmaradjon. Főleg, hogyha mondjuk az ember, az közel áll a szívünkhez, mint például a Juli. Úgyhogy én nagyon-nagyon megörültem, hogy egy dokumentumfilm készül róla. Nem akarom elengedni, mert mindig emlékezni akarok rá, mert a gyerekemnek is el akarom majd mondani, hogy ő ki volt, és meg akarom mutatni az arcát. Hogy volt egy néni, aki egy olyan földre szállt angyal volt, aki nem földre való. Valahogy mindenki emlékszik arra a pillanatra, amikor meghallotta a felfoghatatlan hírt, Fábián Juli örökre elment. Biztosan így van ezzel ma esti két stúdió vendégem, Delov Jávor, a Random Trip alapítója, és Gyárfás István, Gyafi jazzgitáros is. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Gyafi, téged akár amúgy úgy is bemutathattalak volna, hogy te vagy az az ember, akinek először akadt meg a szeme Julin, aki először meglátta benne azt a ragyogó tehetséget, ami Juli volt. Mi volt az, ami úgy első pillantásra megfogott benne? Igen, a Jazz Gardennek a színpadán láttam először az énekesnője, Munkácsi Beáta, régi barátom, ő
és kollégám, ő mutatta be az ő legtehetségesebb tanítványait, és hát Juli ott a színpadról már egy olyan kisugárzással bírt, és egy olyan produkciót mutatott be, ami engem lenyűgözött. Egy fantasztikus személyiség volt. Az első, ami eszembe jut, az, hogy egy hallatlanul finom és relaxes. Ez egy nagyon nagy adottság és nagyon nagy kincs, hogyha valaki nem ideges, akkor, amikor fújja a csövet, vagy játszik a hangszerén, vagy énekel, hanem hátra tud dőlni, és meg tudja várni, amíg elkezd fújni a szél, és akkor kapaszkodik bele, akkor fordítja be a vitorlát, és a Juli ez valahogy gyárilag alapból tudta. Meg így civilként, én ugye nem vagyok szakmabeli, de nagyon szeretem a Juli hangját, és nagyon sokat is hallgatjuk a zenéjét, és tényleg relaxes, tehát amikor az ember őt meghallja, mindegy, hogy az most egy nagyon pörgős, vagy egy nagyon visszafogott, lassabb dal, de egyszerűen megnyugtat a hangja. Jávor, hát ti meg gyakorlatilag egy család voltatok azért ott a Random Trippel kapcsolatban, Julit rengetegszer lehetett látni, nagyon közel is álltatok egymáshoz, de hogy emlékszel rá vissza? Egy kicsit összemosódnak az emlékek, mert hogy mi ugye a Liszt-Ferenc Zenészeti Egyetemnek a jazz tanszékére jártunk közösen, és én Julit ott hallottam először énekelni egy fél évi bemutató során. Ő belehelyezte magát a zenébe, és akkor ott utaztatta a közönséget. És mennyire álltatok egymáshoz közel? Hiszen akkor elég régre nyúl vissza a ti ismerettségetek. Hangzatos és divatos szokott az lenni, hogyha valakit elveszítünk, akkor hirtelen barátunknak hívjuk. Talán egészen addig én ezt fel sem fogtam, amíg tényleg Juli el nem költözött, hogy azt gondolom, hogy mi barátok voltunk, és jókat tudtunk beszélgetni, nagyokat tudtunk nevetni. Az elegancián túl az a gyermeki játékosság, pajkosság, vidámság, az megmaradt nem csak a színpadon, ami miatt ő szeretető figura volt, hanem a magánéletben is, és pont ez volt az a dolog, ami például a közös utazásokat, és talán a felkészülési időszakokat is a próbateremben sokkal könnyedebbé tette. És a ti kapcsolatotok milyen volt Julival? Azért azt is nevezhetjük barátságnak, ugye? Tulajdonképpen egy laza barátság volt, lévén, hogy ő javarészt nem jazz színpadokon volt. Én pedig hát a jazz mellett voltam nagyon szorosan elkötelezve, vagy vagyok nagyon szorosan elkötelezve, ezért mi az utóbbi években nem nagyon sokat voltunk közösen együtt fent. Évente egyszer-kétszer mondjuk, ami egy ünnep volt. És őnek ez nagyon-nagyon fontos volt, saját bevallása szerint ő ezt nagyon-nagyon szerette. Önazonos volt, és nem kellett neki attól félni, hogy lelepleződik, hogy most épp egy másik szerepet játszik. Én úgy gondolom, ez egy nagyon nagy érték és nagyon nagy kincs. Van kedvenc Juli pillanatotok, amire olyan nagyon élesen emlékeztek? Ezernyi szuper pillanatunk volt, és aztán azt is mondhatom, hogy tényleg ez egyik koncertre sikerült úgy megérkeznünk, hogy a Szél Rózsa minden irányából külföldre érkezve egy német városban léptünk fel, mert Juliék hogy nem egy olyan vonaton ültek, aminek a magas feszültsége leszakadt, és teljes életveszély volt, és mi már elkezdtünk zenélni, amikor Juli egy picikét később befutott, feljött a színpadra, és a világ legtermészetesebb módján csatlakozott vele, mintha mi sem történt volna. Igaz, hogy egyébként veszélyben volt az élete. Feljött a színpadra, és dőlt belőle a zene, és úgy általánosságban talán ez a legfontosabb, hogy mindig dőlt belőle a zene, és minden zenei szituációban tényleg szinte kivétel nélkül fel tudta találni magát. Az utolsó koncertje az veled volt, Jafi? Talán veled én volt úgy tudom, az a pénteki Budapest Jazz Klubos koncert, ami már akkor tulajdonképpen egy bevett gyakorlat volt, azzal zárta mindig a Budapesti Jazz Club és a Harmónia műhely az évadot. Június talán utolsó előtti hétvégén, egy pénteki nap, akkor játszottunk együtt. Igen, és amikor megtudtad, hogy visszavonul, akkor mit éreztél? Hát akkor megszakadt egy kicsit a szívem, de nagyon-nagyon nem számítottam én, hogy ilyen lehet. Tehát nekem nem volt B-verzió. Nekem csak A-verzió volt, nem csak a Julit ismerve és látva az ő hozzáállását, mit nekem betegség. Túl leszek rajta és kész, ne idegeskedjetek. De én is így voltam vele. Tudtam, hittem, éreztem, azt akartam minden porcikámmal, hogy ő gyógyuljon meg. Milyen volt az utolsó koncertje veled? Hát szárnyalt a Juli. Ez azért volt nagyon jó, mert azért az utóbbi koncerteken már a betegség első stádiuma után, ő amikor lábadozott, utána ő soha nem vállalt be
igazából egy egész koncertet. Én mondtam neki, Juli, szólsz akkor, mikor te gondolod, leülsz, lemész, iszol egy pohár vizet, vagy amit akarsz, gyümölcslevet, és mi játszunk addig trióban, és semmi gond ne legyen. És szárnyalta Juli. Te is így emlékszel az utolsó közös random tripetekre? Nektek az volt az utolsó közös színpadon állásotok, vagy én nem? Én úgy emlékszem, hogy a Gesztenyes Kertben játszottunk utoljára, és az is egy kifejezetten felszabadult vidám koncert volt. A Juli tipikusan az az előadó, aki mindig úgy zenélte, mint hogyha akár ezen az utolsó koncertje. Hiányzik egyébként ez a fajta attitűd, és meg kell, hogy mondjam, hogy benne van a telefonomban a Julinak a száma mai napig. Mindig megfogadom, hogy hát most már ideje lenne az ő nevét kivenni a listából, hiszen itt most nem tudom felhívni, de az a helyzet, hogy mindig úgy kell mosolyognom, amikor pörgetem a neveket egy random trip, hogy kivel passzolna, mert mindig azt mondom így hangosan, hogy Julikám, megint egy buli, ami neked passzolna. És azt szoktuk volna egyébként, hogy nem kell szomorkodni, mert ő egyébként most baromi jó emberekkel próbál, tehát tudjuk jó, hogy a John Lennonnal és a Freddie Mercuryval rendszeresen összejárnak szólam próbázni, és a Juli tökéletesen jó klubot választott magának, úgyhogy mi hiányoljuk őt, de remélem, hogy majd ebben a mennyei kórusban árat a Franklin és a Ella Fitzgerald társaságában szerintem egy nagyon-nagyon kerek dolgot fogunk kapni majd. Abban biztos lehetsz. Ezeket az utolsó hónapokat Juli leginkább az édesanyjával töltötte, Lamberger Galina volt az utolsó bástya. Az ember, aki előtt lehetett gyenge, aki támogatta az utolsó pillanatig, hogy hogyan éli meg egy édesanyja saját lánya betegségét és elvesztését. Erről egy exkluzív interjúban mesélt nekünk a Normafán, Juli kedvenc helyén. Sokszor sétáltunk erre a Julival már a betegsége alatt. Nagyon szeretett ide jönni. Télen is jöttünk össze. Szerette ezt a helyet. Általában nem volt itt senki, amikor jöttünk. És hát túl messzire nem tudtunk sétálni. De azért egy rétest vettünk a rétesezőbe mindig. Csomagoltottunk is haza. Szeretett itt sétálni, szerette ezt a helyet. Szeretett volna nagyon megerősödni. Úgy gondolt, hogy ez nagyon egészséges. És általában is nagyon törekedett arra, hogy egészségesen éljen. Ez az alma is erről szól. Ez az összetartozás, egység, szeretetnek a jelképe, legalábbis a mi családunkban ez így van. Nagyon felkavaró, tehát nekem nehéz ide kijönni. Általában egyedül nem merek, az nagyon megvisel. Próbálkoztam, de nem ment. Én ott voltam vele minden nap, amikor beteg volt. Igazából, ha rágondolok, akkor leginkább a betegség lebeg a szemem előtt. Azok az idők, azok nagyon erősek voltak, és nagyon megmaradtak bennem. Sokszor villannak fel képek, ahogy valahol vagyunk, valamit csinálunk. Kórházban, séták alatt, otthon. Volt kedvenc sorozatunk, amit ilyenkor néztünk, Majmos. Egy majmos sorozat, azt nagyon szerettük. Meg amikor néztük a Mókusokat az Erkéről. De ezek a legerősebbek, ez az utolsó fél év. Az előző évekből is persze vannak képek, amikor kis piros tornadrezbe besétált először a tornára, és kis Sofia volt szemüvege. Többen megcsodálták. Ugye nekem ő a legkisebb lányom. Van két nővére, akikkel egyszerűbb volt, mint vele, mert ő különleges volt mindig, már kiskorában is. Nem olvad bele az osztályba vagy a tájba, tehát mindig kirít belőle. Bár ő nagyon szelíd volt mindig is, tehát nem feltűnősködött soha, de valahogy mindig történtek körülötte a dolgok. Sok konfliktus volt, másképp látta valahogy a világot, mindig is, már kiskorában is. A családban is más volt a szerepe, mint a többieknek. Elég önjáró volt, öntevékeny, önálló és öntörvényű. Nagyon intelligens volt, nagyon belénk látott. Eléggé ki tudta számítani előzetesen már a reakciókat, de mindig vállalta magát.
korszakok voltak a mi kapcsolatunkban. Volt, amikor távolabb voltunk, volt, amikor nagyon közel voltunk, volt, amikor alig találkoztunk, csak tulajdonképpen a fellépéseken láttam. Tulajdonképpen a betegségétől kezdődve, ami nagyon soká tartott, több évig, akkor közelebb voltunk, mert akkor nagyon tudott rám támaszkodni. Én főztem rá éveken keresztül, csak azt tette, amit én főztem. Az utolsó időszakban pedig nagyon közel voltunk. Nagyon hálás volt nekem, hogy mellette álltam végig. De nem mondhatnám azt, hogy ilyen romantikus filmekbe illő jelenetek voltak közöttünk. Az élet az nem erről szól. Általában ennél sokkal bonyolultabb. A temetés is különleges volt hozzá, nagyon méltó és nagyon illő. Ott is volt zene, a zenésztársak, a legjobb gyerekkori barátnői készítettek egy albumot, és felolvastak különböző leveleket, amiket tőle kaptak, és különböző emlékeket. És ott azok voltak, akik tényleg a legeslegközelebb voltak hozzá. Ez is nem volt olyan nagyon kevés ember. Ez a pad, ez... Nem tudom, kinek jutott eszébe, ezen hosszasan, nagyon hosszasan gondolkoztunk, hogy hol lehet egy olyan hely, ahova oda jöhet bárki. És úgy gondoltuk, hogy ne legyen valami extra dolog, hanem olyan természetes, ideillő, egy tábla, ennyi. Le lehet ülni, lehet hozni egy almát vagy virágot. Nagyon nehéz volt, és többször ki kellett állnom ilyen több ezer ember elé. Én nem vagyok egy közszereplő, tehát én ezt nem vagyok szokva egyáltalán. Az évnői előadói díj jelöltjei, mind a négyen, azt a megható gesztust tették, hogy írtak egy levelet, melyben lemondtak erről a díjról, Fábián Júli javára. Tulajdonképpen megkapom azt a szeretetet a rajongóitól, vagy a barátaitól, amit neki kéne kapnia. Nagyon jó érzés, pedig érzem azt, hogy őt mennyire szerették, amit teljesen megérdemelt. Tehát amikor 3-4 ezer ember tapsol, vagy nem tudom, hangot ad az érzelmeinek, borzasztóan erős, akkor érzem azt, hogy ő is így nagyon-nagyon ott van, nagyon jelen van. De ugyanakkor azért fájdalmas is. A sírás után a boldogság érzés is azért jelen van, meg a bánat. A bánat az velem van, az mindig velem van. Lassan 2 éve már, hogy Júli elment. Nektek segített valaki a feldolgozásban, akár mondjuk a zene? A mi zenész generációnknak Júli elvesztése tényleg egy hatalmas pofon. Viszont volt egy olyan hihetetlenül fantasztikus nagyszabású koncert, amelyen tulajdonképpen, nem is tudom, 70-en, 80-an voltunk csak zenészek, és még azon kívül a stáb is, tehát tulajdonképpen több száz ember dolgozott a Budapest Parkban azon, hogy azon a bizonyos napon minden klappoljon, és egy méltó koncerttel emlékezhessünk meg Juliról. Ez a koncert nagyon sok emberben nagyon-nagyon nagy súlyokat emelt le, nem csak a vállukról, de a szívükről is. Én is azt éreztem, hogy egy nagy megkönnyebbülés volt. Tulajdonképpen a közönséggel együtt engedtük el Júli kezét, és a végén egy hulló csillag, hogy nem koncertzáró akkordjaként még át is repült a koncert helyszín fölött. Úgyhogy nekünk az az este nagyon sokat jelentett, de hát nyilván egyébként minden nap egy picikét búcsúzunk, azonban tényleg teljesen megdöbbentő, hogy most ezt említetted, mert 2 éve történt. Én nem is így élem meg, és hiányzik, de valahol meg olyan örökkévaló, nem? És Gyafi, de hogy éled meg? Azért az első emlék, vagy ilyen búcsú koncertje, az, vagy emlékkoncertje, az a jazzklubban volt, ugye? Igen, az a Budapest jazzklubban volt elég gyorsan az ő halála után. Meghökkentően gyorsan, tehát akkor még nagyon nagy hirtelen indulatok, érzések dübörögtek bennünk. És kicsit féltünk is tőle, hogy ezt nem fogjuk tudni koordinálni. Az volt egyébként a rendező elv, hogy olyan énekesek, énekesnők, muzsikusok, de elsősorban persze az énekes, jazzénekes társadalom léptek színpadra egy-egy dallal, akiknek különösen sokat jelentett a Júli. Inkább mi így deklaráltuk, hogy egyfajta tisztelgés Júli és az ő munkája, az ő embersége előtt. A Júli hiányát hogyan dolgozza föl az ember? Én nem tudom, én alapvetően mindig azokat a pozitív dolgokat hozom föl.
nem is okvetlenül tudatosan, amiket kaptam tőle, amiket kaptunk tőle. És ezek akár a felvételei, akár a rengeteg közös hahorászás, beszélgetés, ez mind pozitív. A legfontosabb meg az, hogy hívő keresztény emberként, és látva azt, hogy tulajdonképpen ilyenkor az ember szíve persze elszorul, mikor elveszít valakit. Egyetlen egy ember nem úszta meg a testének a halálát. Tehát gyakorlatilag mi se fogjuk megúszni azt. Tehát én ezzel szembenéztem, és szerencsére a bibliai forgatókönyvre nem olyan nagyon negatív, ami nem azt mondja, hogy ne törődjünk vele, hanem inkább az életvezetésünkkel, ezzel a földi életvezetésünkkel kapcsolatban ad egy-két elég figyelemre méltó és elég megfontolandó útmutatást. És a dalait, amikor hallgatjátok, az milyen érzés? Én nagyon-nagyon sokszor hallgatom őt, és a kisfiam, aki most 2,5 éves, ő is amúgy imádja a hangját, és már egész pici kora óta hallgatta a Juli hangját, és mindig kéri, és képzeljétek el, hogy angyalnéninek hívja, mert ugye látta is a videoklippekben, és mindig mondja, hogy az angyalnéni, hát tényleg egy szívszorító érzés. Nem vagyok még felkészülve arra, hogy könnyű szívvel hallgassam Julit, vagy az angyalnénit, mondhatjuk így is. Nekem nincsen gondom vele, hogy feltegyem, és fel is szoktam tenni. És vannak olyan felvételek, amit minden alkalommal megkönnyezek. Tehát vannak olyan felvételek, amik mindig előtte is, azóta is torkon ragadnak, egyszerűen a mélysége miatt. Tehát, melyik például? Hát nekem a nagyon-nagyon nagy kedvencem az egy spirituális, egy gospel, amikor a Nobody Knows gimnáziumi kórusok énekelték annak idején, hogy ha se tudták, miről szól az egész. Nobody Knows the Trouble I've Seen, nagyjából mondjuk így lehetne magyarítani, senki nem tudja a szívemnek a bánatát, meg a mélységeit, egyedül Isten. És azt nem felejtem el soha, amikor a Sóska utcán, Rákoshegyen jön Juli a busz megálló felől, én meg vártam őt, nyitottam a kaput, rákcsalt az almáját, és akkor énekelte föl a lemezre, és épp tanulta a szöveget, mert még nem énekelte addig a dalt. Mint ami se történt volna, elkezdett énekelni, szépen egy kis kórus, egy szál gitár, tulajdonképpen az első egy gyöngyszem volt, amit fölénekelt. Aztán énekelt még egy gyöngyszemet. A harmadiknál utána nem tudom, teáztunk egyet vagy valami, mert épp elég gyöngyszem volt, és ez került lemezre. Most ezt én többször azóta sokszor meghallgattam, ezt is, meg az Zuhekkeres dolgokat is, meg mindent meghallgattam. Hát fantasztikus. Az, amit most is ő a zenével tud adni, ami tulajdonképpen nem csak a zene szeretete, hanem az emberek szeretete, az életnek a szeretete, a közönség szeretete. Ahogy mondtad, ami ő szeretete. Volt, mert hogy önazonos volt. Így van, így van. Tehát a szeretet, ez szerintem, nem is tudom, hogy van-e több, amit lehet adni, hogyha játszol. Igen, hát ez benne volt a zenéjében, és a mai napig benne van szerencsére. Fiúk, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám, és hogy ilyen őszintén meséltetek nekem Juliról. Ezeken a koncerteken, ahogy Juli minden egyes koncertjén, ott volt az édesanyja is, de még ez a fiúknak inkább könnyített a lelkén, Galinának a szíve szakadt meg. Az örömtől, hogy a lányát ennyien szerették, és a bánattól, hogy már nem ő énekli a dalait. Minden életszakaszában bevonzott néhány fantasztikusan jó embert, hihetetlenül. Én nagyon kedveltem a zenésztársait, nagyon szerettem jó néhányukat, nagyon-nagyon jó emberek. Az Zuhekker is fantasztikus, a Szepesi Matyi, a Balázs, aki a filmet forgatja, egy csodálatos ember. Nagyon szerény, nagyon közvetlen, nagyon kedves emberek. Csupa ilyen volt körülötte, és engem is nagyon befogadtak. Minden koncerten ott voltam, ugye a backstage-be, vagy kijöttek, és akkor ott mindenki beszélgetett velem is. Nagyon nagy művészek, nagyon csodálatos zenészek, és nagyon jó emberek, akik nem mozdultak mellőle soha el. Nagyon sokat segítettek azok az emberek, akik nagyon bátrak voltak, és mondjuk azt a nagyon egyszerű kérdést fel tudták tenni nekem, hogy hogy vagy? Ennyit kell kérdezni valakitől, aki bajban van. Ezt valamiért szinte senki nem tudja. De voltak olyan bátrak, akik felhívtak, és szembenéztek ezzel, hogy akármit fogok mondani, ők azt meghallgatják. Kellett pszichológushoz is járnom, egyrészt, hogy magammal valamit kezdek, másrészt pedig, hogy a külvilággal, mert az, hogy ő ennyire híres volt, és ilyen sokan szerették mindenki,
Ez borzasztó nyomással nehezedett rám, mert tehát nem mertem az utcára kimenni, mert mondjuk átmentem egy zebrán, és zokogva borult valami ismerős a nyakamba az utca közepén, a nagycsarnokban, a teljesen váratlan helyeken. Először az utcára sem mertem kimenni, mert mindig féltem attól, hogy valakivel találkozom, és akkor valamit mondanom kell. Nem is tudtam, hogy mit mondjak. És akkor körülbelül egy olyan fél év múlva, akkor már tudtam vendégeket fogadni, akkor már így kimerészkedtem, kicsit tágabb környezetben is. Általában bujkálok az ismeretlen közegben az emberek elől. Nagyon kerülöm ezt a témát. Az a kérdés, hogy van gyereked, és hány? Az kiüti a biztosítékot. Tehát erre egyszerűen tudok jól felelni. Nem tudok, és ilyenkor összeomlok. Három van, csak ezt kimondani. Amikor Palóznokon a színpadot elnevezték róla, akkor egész végül szólt. Hát az dráma volt. Az dráma. Az nem megy. A hangját sokszor hallom, nem is az ének hangját, hanem a beszéd hangját a fülemben, de nem tudom hallgatni a számait egyáltalán. A nehéz az, amikor egyedül van az ember. Van úgy, hogy egy tárgy támad meg, ami az övé volt, vagy ami hirtelen ráesik a tekintetem, és akkor felidéz emlékeket. Van, amikor események vannak, a filmforgatás, a hullámbeának a gyönyörű képe, vagy annak a kiállítás megnyitója, vagy amikor a képét látom. Amikor a családdal vagyok együtt, olyankor könnyebb sokkal, olyankor vidámak vagyunk, emlékezünk rá, és olyan, mintha ott lenne közöttünk, de az anyai ösztön az nagyon erős. Az annyira erős, hogy mindent fölülír, de hát ugye a család, a másik két gyerekem, az ő társaik, az unokáim, tehát ők mind erőt adtak, mert ugye az életet azt kell csinálni tovább. Barátai vannak az embernek, akik többé-kevésbé kísértek ezen az úton. Az emberek valamiért nem tudnak mit kezdeni egy ilyen helyzettel egyáltalán, tehát sem a betegséggel, sem a halállal. Nem tudják, hogy mit kérdezzenek, nem tudják, hogy mit mondjanak. Ez azért elég nagy probléma volt szinte végig. Az emlékének megőrzése az pedig érdekes módon nem is annyira rajtunk múlik. Valahogy az emberek nagyon öntevékenyen gondoskodnak róla, hogy az emléke az éljen. Fel lehet egyáltalán dolgozni a feldolgozhatatlant, egy szeretett családtag, a saját szüleink vagy a gyermekeink elvesztését, és ha igen, akkor hogyan? Ebben próbálunk meg utat mutatni Rácz Katinka gyásztanácsadóval. Katinka, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Ez valóban ennyire általános lenne, hogy nem tudunk mit kezdeni a halállal? Galina azt említette, hogy neki talán az a legjobb, amikor csak megkérdezik, hogy vagy. Ez tényleg ennyire egyszerű lenne? Igen, én azt hiszem, hogy ez ennyire egyszerű, és mégis ennyire nehéz, mert a hogy vagy kérdés után fel kell készülnünk arra, hogy végighallgassuk a választ, ami nem biztos, hogy könnyű végighallgatni, de ez a legtöbb, amit adhatunk egy gyászoló hozzátartozóknak, hogy meghallgatjuk. Elképzelhető, hogy ő éppen nem a gyászáról szeretne beszélni, hanem valami gyakorlati kérdés, vagy valami egész más köti le a figyelmét, a gondolatait, akkor menjünk ezzel, semmiképpen ne adjunk tanácsot, ne bátorítsuk arra, hogy minél hamarabb túllépjen a fájdalmán, hanem adjunk teret és időt annak, hogy ezt megélje. Mi azt mondtuk egy kicsit a felvezetőben, hogy ma megpróbálunk utat mutatni, hogy lehet ezen a folyamaton szépen átesni. Ehhez kérnénk a segítségedet, hogy mik az első lépések? Hát az első lépés szerintem legyen az, hogy fogalmazzuk meg, hogy mi az, hogy gyász.
és a papírforma szerint a gyász egy összetett érzelmi reakció, ami akkor következik be, hogyha valamilyen veszteség ér bennünket. Uh-huh. Itt nem csak a haláleset, hanem bármi olyan dolog, ami változással jár az életünkben, az veszteség is uh-huh. egyben. Szerintem sokkal közelebb kerülünk ehhez a szóhoz, hogyha úgy közelítjük meg, hogy a gyász a szeretetnek az a formája, ami akkor alakul ki, amikor elveszítünk valakit. És minél nagyobb a szeretet, amit érzünk valaki iránt, annál nagyobb lesz a fájdalom is, amikor elveszítjük. Érdemes ezt a fájdalmat minél inkább magunkhoz ölelni és megélni, és ez az, amit hozzátartozóként is egy gyászoló embernek a legtöbb, amit adhatunk, hogy teret és időt hagyunk neki, hogy ezt a fájdalmat megélje. Tudattalanul, vagy akár kimondva is, de mindannyiunkban benne él egy igazságos világról alkotott kép. Megszületünk, megöregszünk és meghalunk. Uh-huh. És amikor ez nem így történik, akkor alapjaiban rendül meg a világban vetett bizalmunk és hitünk, és minden egy pillanat alatt köddé válik, és ezeken a romokon kell majd újra építkeznünk. És valószínűleg, hogy semmi nem fog már ugyanúgy menni tovább, mint ahogy addig. Uh-huh. És ebbe szerintem belefér, hogy bizonyos dolgokat igazságtalannak érezzünk. Ha valaki nagyon magába fordulós, nyilván időt kell hagyni, de igen. Ott van egy ilyen egészséges határ, hogy mi az, amikor már mondjuk egy ismerős vagy egy családtag úgy közbe avatkozhat, vagy már közbe kell, hogy avatkozzon, mert akár veszélyes is lehet. Igen, a gyász útja magányos is lehet, uh-huh. főleg az elején. Nagyon nehéz megmondani, hogy hol van az a pont, amikor már érdemes beavatkozni. Tehát, hogyha már nagyon hosszú ideje valaki magányosan, szomorúan tölti az idejét, akkor azért érdemes közbeavatkozni, és segíteni neki uh-huh. kijönni ebből, akár az már egy depresszív állapot is. Ahogy Galina is említette ugye a riportban, az élet megy tovább, és neki ott van a másik két lánya, ott vannak az unokái, és valóban az élet megy tovább. Ebbe hogy lehet visszarázódni, vagy ezt tudatosítsuk magunkba, van már egy bizonyos szint, vagy egy bizonyos idő, ami után ez automatikusan bekövetkezik, ez az érzés, hogy most már újra vissza kell állnom a régi kerékvágásba, a mindennapokba? Hát az nem igaz, hogy az idő mindent megold, az biztos, de az idő múlásával, és hogyha valaki tudatosan dolgozik a gyógyulásán vagy a felépülésén, akkor meg fog történni, és helyre kerülnek a dolgok, és azzal együtt, hogy elképzelhető, hogy még mindig igazságtalannak érzi azt, hogy elveszítette azt, akit szeret, hogy még mindig fáj, de nem fog már mindig fájni, nem csak fájni fog, hanem tudunk örülni annak, hogy ezt az embert valaha ismertük, uh-huh. hogy az életünk része volt, újra tudunk szeretni, újra tudunk örülni az életnek, és ilyen értelemben az élet, a mi életünk megy tovább, a saját életünk. Katinka, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hogy így az adásunk végén egy kis kiutat mutattál nekünk. Mi pedig nem is tudnánk méltóbb módon búcsúzni a mai napon, mint Fábián Juli emlékezetes szimfonikus koncertjével és az ő csodálatos hangjával. Sziasztok! I'm diving under the ocean of memories. I'm cool in my body in the fresh new breeze. I'm a newborn life. A newborn love makes me fly like a light white dove. I keep losing all the chains I've been held on. You must feel how my eyes shell is melting. Now I can breathe like I never did before. I can open up my door. Sizzling in my toes, sizzling in my fingertips, sizzling in my ears, sizzling in my rosy lips, sizzling in my tongue, sizzling in my hiding.